Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió ismerős című műsorát látják. Vendégünk Pupp Noémi, a Paksi Atomerőmű esekajakosa, aki nemrég tért haza a párizsi olimpiáról, ahol nem is akárhogyan szerepelt, hiszen 2 bronzérmet is nyert. Noémi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen! Kezdjük egyből a bronzérmekkel. Ugye az első érem az a női kajak 4-esben szereztétek 500 méteren, ahol Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara és Folcsára volt a csapatársaid. Kérlek, mesélj erről, hogy az hogyan zajlott, hogyan éltétek meg a döntőt. Igen, szerintem minden négyen egy nagyszerű felkészülésen vagyunk túl. Tényleg mindent beletettünk abba a 8-7-es felkészülésbe, amit bele kellett tennünk. És bár előzetesen úgy gondolták sokan, hogy ez az egység nem lehet dobogós vagy érmás, inkább egy ilyen középmezőnybe vártak minket. De mi bíztunk egymásban, és tudtuk azt, hogy ha mindenki bele tudja tenni azt, ami egyénileg benne van, és ki tudja magából hozni a maximumot, akkor az bármire elég lehet. És ez egy bronzéremre lett elég, ami szerintem ebben a mezőnyben egy nagyon-nagyon jó eredmény, és illetve biztató eredmény a jövőre nézve. Igen, ugye neked az első olimpiád volt, és ezáltal az első érmed is, hogy mikor megnyertétek a bronzot, akkor mi zajlott le benned, és hogyan érezted magad? Igen, hát az első gondolatom az volt, hogy nyilván egy ilyen felszabadult öröm, hiszen minden ilyen úgy éreztük, hogy egy hatalmas terhet tettünk le magunkra, egy kisebb elvárást, ami így bennünk volt, illetve az, hogy ugye nekem a nővérem Réka is kint volt az olimpián, ahol ő is a bronzéremért küzdhetett, és neki sajnos nem jött össze, hogy talán ez kárpótolja az ő csalódottságát is, hogy neki nem sikerült, és hogy talán ami nála nem jött össze, az nekünk igen. Igen, és ugye a női kajak 4-esbe az olimpia előtt szétlőéssel kerültél be, és végül vezérevezősként voltál. Ugye erről kicsit mesélj, hogy hogyan zajlott ez a szétlövés, és ez hogyan zajlott? Az egész év szerintem legrosszabb, vagy legmélyebb idősz, vagy hát nem biztos, hogy az volt a legrosszabb, de azt egy nagyon nehezen éltük meg, hiszen nagyon jól sikerült az Európa-bajnokság, nagyon jól sikerültek előtte a válogató versenyek, és utána jött egy hetes pihenő. És ott a pihenő alatt tudtam meg, hogy köztünk egy szétlövés fog dönteni Lutz Annával, amit a következő héten, ugye a felkészülés, az olimpiai felkészülés elején rendeznek meg. Úgyhogy az egy ilyen nagyon, nagyon nehéz feszültséggel teli egy hét volt. Szerintem kicsit görcsössé is vált, és tulajdonképpen az a szétlövés, az a pálya, amit velem kellett menni, ugye az úgy nézett ki, hogy velem is ment egy pályát a 4-es, illetve Lutz Annával is ment egy pályát a 4-es, és szerintem egy kicsit ez a görcsösség a pályánk rovására is mehetett, tehát hogy szerintem az nem volt egy jó futam vagy verseny. Nehéz volt, igen, és ráadásul úgy, hogy utána egy ilyen elég hosszú vita keveredett abból, hogy akkor végül ki üljön a 4-esbe. Igen, aztán végül kijutottál, és a többit azt már tudjuk, ugye. Most átérnék, ugye, voltam egyből másnap volt a kajak 2-esnek a döntője. Ott ugye Folcsára volt a csapattársad, női kajak 2-es 500 méterem, és egyből másnap meg is lett a második bronzérem. És még egy pikantériája a dolognak, hogy ugye Holt versennyel lettek a harmadikok a német csapattal együtt, hogy ezt hogyan élted meg? Igen, hát az a befutó utáni 5 perc az így jól megmutatja a sportágnak a szépségét, hogy milyen hullámzó, tehát egyszer fent, egyszer lent, és ez így eléggé keretbe foglalta, vagy összefoglalta tulajdonképpen az elmúlt egy évet. Azon voltunk végig a Sárival, hogy,
hogy én előzetesen azt mondtam neki, hogy szerintem a legnagyobb koncentráció, a legnagyobb energia befektetés az a döntőt megelőző középfutamra fog kelleni. Mert úgy voltunk vele, ha bejutunk a döntőbe, nekünk az már egy nagyon jó eredmény, hogy ott bármi megtörténhet. És így álltunk neki, szerencsére sikerült bejutnunk a döntőbe, és tényleg egy olyan pályát jöttünk, amit így előzetesen elképzeltünk, hogy azt csináltuk, amit szerettünk volna, és ez a végeredményben is megmutatkozott, és utána igen, egy elég szoros befutó lett belőle, annyira, hogy a másik magyar egység, Csipes Tamaráik, akik végül másodikak lettek, is nagyon közel voltak, és én a befutó után ki is mutattam a másik két lánynak, hogy szerintem ez kettő érem, hogy ezüst, bronz. És már eveztünk ki a stékhez, nagyon sokáig nem írták ki az eredményt, mi már a hajóban vártuk, hogy mikor írják ki, de nem sikerült kiírni, már a Tami is nagyon ideges volt, hogy írják már ki, mentünk a stékhez, már a vezetőség is jött többen a szövetségből, nemzetközi szövetségektől, hogy szerintük ez megvan. És olyankor kicsit már úgy elhiszed, hogy de jó. És végül akkor volt az a pillanat, eltelt 5-6 perc, de sokkal többnek tűnt, mire végül kihozták, hogy negyedikek lettünk. És akkor hirtelen ez egy ilyen akkora csalódásként ért, hogy azt így nem nagyon tudtuk volna megfogalmazni. És jöttek oda, vigasztaltak a német lányok is egyébként, hogy ez úristen, ez nagyon jó menet volt, és hogy ennyire szoros lehetett, azért tartott ilyen sokáig kielemezni, és utána eltelt még nem tudom én hány perc, és amikor végül korrigálták, és végül X-re hozták ki, tehát hogy holt versenyben lettünk harmadikak, az meg egy ilyen nagyon-nagyon eufórikus érzés volt tényleg. Igen, ott ugye láttuk is, hogy a német lányokkal összeülelkezve tényleg egymásnak örülve voltatok. És még egy egészen elképesztő hajrát mentettek az utolsó 100 méteren. Ugye lehetett látni, hogy 6., 7., de talán még a 8. hely környékén is voltatok 100 méterrel a vége előtt. Hogy ez tudatos volt, hogy a végét húzzátok meg, vagy ez csak így jött ki, és a végét összekaptátok, vagy ez hogyan volt? Igen, tehát nyilván nem volt egyébként tervezett, hát ki akar féltávnál 7. lenni, ez egyébként a középfutamban is így volt, hogy 7. helyen jöttünk át a féltávnál, és egyébként nem kicsi hátrány volt, tehát nem az volt, hogy a 7 hajó nagyon egyben van, hanem azért el voltunk szórva. Őszinte leszek, nem tudom, hogy nagyon bíztunk a hoppunkban, ez ugye a megindulást jelenti, de az még nekem is tényleg hihetetlen látni, hogy mekkora sebességkülönbség alakult ki, ugye ott a másik, hát nem tudom, 3-4 egység lehetett ott, nagyon közel egymáshoz, tehát a másik 3-4 egység között és köztünk. Meglett a második bronz is a kajak 2-esben, és ugye mondod is, hogy a másik magyar hajó az pedig második helyen ért be, ugye Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra. Ott milyen érzés volt együtt állni a dobogón, külön hajóként, de együtt? Az is egy nagyszerű, tehát talán az egész olimpiai felkészülés meg a kintlétnek az egyik legjobb pillanata volt az, amikor azt a dobogót is meg tudtuk osztani egymással, és az, hogy az a másik két lány is, tehát Dorka is és Tami is végigvárta azt, amíg a mi eredményünket is kihirdetik, az nekem nagyon sokat jelent. Tehát az is egy hihetetlen élmény, mert ez foglalja össze tényleg a mi csapategységünket. És az, hogy két egység is ott tudott lenni a dobogón, az szerintem egy nagyon jó visszacsatolás az, hogy a mi két egységünk tudott ott lenni a dobogón, ez egy nagyon jó visszacsatolás arra, hogy amit mi csapat szinten csinálunk, az jó. Hiszen ugye mi négyen így egy csapatban edzünk,
az év minden napján gyakorlatilag, tehát nagyon jól ismerjük egymást, úgyhogy ez tényleg egy nagyon, nagyon sokadik bónusz. Igen, és ugye a nővéred Upréka is kint volt az olimpián, a cselgáncsúzók 52 kg-os kategóriájában ötödik lett, már második alkalommal, ugye neki az előző olimpián is az ötödik helyezés jött össze. Amikor ő ötödik lett, illetve amikor te megszerezted az érmeket, mit beszéltetek egymással, amit meg lehet osztani? Igazából semmit. Tehát, hogy őszinte leszek, nem is nagyon kell beszélgetnünk erről. Most tudom, hogy neki még mindig nagyon nehéz, ezért is nem nagyon bolygatjuk a dolgokat, mert neki azt az ötödik helyet, azt ő is így gondolja egyébként, hogy azt még mindig kicsit emésztenie kell, meg fel kell dolgozni. De igen, az én eredményeimnek meg nagyon örül és nagyon, nagyon büszke. Úgyhogy, illetve még őszinte leszek, nagyon időnk se volt. Tehát, hogy pont most reggel azon gondolkoztam, hogy egyszerűen nem volt még időnk arra, hogy leüljünk és egy két óra alatt megígyunk egy kávét és csak beszélgessünk, mert én ugye, ő a verseny elején versenyzett, én az olimpia végén, akkor hazautazás, fogadások, minden napra jutott valami kis program, vagy neki, vagy nekem, és még tényleg nem volt egy olyan szabad két óra, amikor leüljünk és esetleg megkérdezzem, hogy Mizu, hogy vagy, mi történt veled, hogy élted meg az olimpiát, nem is, és nem feltétlenül, sőt, egyáltalán nem a versenyre gondolok, hanem hogy úgy te bent laktál a faluban, mi történt veled, én erre nagyon kíváncsi lennék, de sajnos még nem volt idő. Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy az olimpia után hogy teltek a napok, és mondtad is, hogy nagyon sűrű, illetve mikor ugye haza jöttetek Paksra, akkor ugye ott a szurkolók vártak titeket az ASE csarnoknál, hogy az milyen érzés volt így hazatérni? Nagyon jó érzés volt, én hazafele a buszba ezen gondolkoztam, hogy milyen ciki lesz, majd kinyitják a kis buszt, és akkor majd csak anyukámék lesznek ott, de amikor már rákanyarodtunk itt a csarnok előtti része, és láttam, hogy mennyi autó van, hát én nem gondoltam volna, hogy ennyien el fognak jönni, de tényleg nagyon, nagyon jól esett, hogy az is, hogy annak is örültem, hogy nem csak miattam jöttek ki, de Rékát és Szabinát ugyanúgy várták, mint hogyha ők is érmesek vagy aranyérmesek lettek volna. Ez is így szerintem jól megmutatja azt, hogy mi van így Pakson, különösen a nálunk az Egyesületben, az ASE-ban. Igen, azt hiszem, hogy mindenkire büszkék lehetünk, akik kim voltak az olimpián, attól függetlenül, hogy milyen helyezést értek el. És ugye még a beszélgetés előtt mondtad, hogy hogyan is edzetek és hogy mennyit, hogy erről tudnál mesélni, hogy mert ugye az átlag szurkoló néző csak azt látja, csak az eredményt látja, viszont nem, azt, ami mögötte van, azt nem, hogy ez neked hogyan zajlik, tehát mennyit edzesz és ez mennyi lemondással jár? Hát sokat edzünk tényleg, tehát ez napi két edzést foglal magában, hétfőtől péntekig, tehát heti 10 edzésünk van a vízen. Ezek nagyjából egy-másfél órásak, ugye időszaktól függően. Ilyen pontos számokat nem tudok, de szerintem ilyen heti 100-150 kilométer biztos, hogy bennünk van heti szinten. Nyilván, ahogy közelednek a versenyek, ezek kevesebbek lesznek, viszont az intenzitás sokkal magasabb. Télen a sok futás, sok kondi, sok úszás. És igen, valóban tényleg sok lemondással jár. Sokat utazunk ki több hétre edzőtáborba, tehát Dél-Afrikában kezdjük általában a szezont. Ez egy 4-5 hetes kintlétet jelent. Hazaérkezés után rögtön megyünk le Szolnokra, ott edzőtáborozunk. Hétfőtől péntekig ott vagyunk. Tényleg nehéz, mert ugye kevés idő jut úgymond arra, amire szeretnénk, vagy ami mondjuk örömet okoz, vagy kikapcsolódás, hiszen mondjuk egy hétvégén is annyira fáradt tud lenni az ember, hogy legszívesebben két napig az ágyban feküdne, és
nehéz olyan programokat is találni, ami így beleilleszkedik a felkészülésbe, mert nem tudom, sérülésveszély, betegség, tehát hogy tényleg erre, főleg az utolsó időszakban nagyon oda kell figyelni. Beszéljünk kicsit az utánpótlás éveidről, akár gyerekkorról, amikor elkezdtél kajakozni, hogy az hogyan indult el, és hogyan fejlődtél odáig, hogy most már olimpiai bronzérmes lehetsz? Fú, ezt így belőle nagyon nehéz megmondani, hogy jutottam el idáig. Lehet, hogy egy külső szem jobban össze tudnám foglalni. Igen, én egyébként nagyon fiatalon elkezdtem a kajakozást, tehát hogy általában ilyen 10-11 éves koruk körül kezdik ezt el. Én már 7 éves voltam, amikor elkezdtem itt Pakson kajakozni Gutai Dánielnél. És nyilván az első pár év az csak a vízhez szoktatásról szól, meg az, hogy szeresd meg a sportot, nagyon sok más, és emellett más dolgot is csináltunk, tehát hogy nem csak kajakozás volt a terítéken. És azóta gyakorlatilag, nem tudom, minden nyaramat a vízitelepeken vagy edzőtáborokban töltöttem. De tényleg az, hogy jutottam el idáig, azt így nehéz lenne megfogalmazni. Szakmai szinten talán egyszerűbb, de inkább ez az emberi meg lelki dolga, ami nagyon sokat hozzátesz szerintem a sikerekhez, hogy milyen, az ember milyen fejben. Ez szerintem ott dől el, hogy végül olimpikon lesz belőle, vagy nem. Milyen volt egyébként maga Párizs? Ugye, hát sok mindent lehetett hallani, sok rosszat is, hogy te tapasztaltál-e bármi negatívumot, vagy teljesen jól érezted ki magad? Igen, előzetesen, amikor Réka kiutazott, akkor én pár dolgot így hallottam, meg elcsíptem tőle. Ő is az, például a faluról, mi nem a faluban laktunk, mert a falu az nagyon messze volt a kajakkenu pályától, másfél óra lett volna minden nap a transfer, ezért nekünk a Magyar Kajakkenu Szövetség biztosított egy külső szállást, ami jóval közelebb, tehát 25 perc autóútra volt a versenyektől, de Réka például a pályáról, az olimpiai faluról is azt mondta, hogy szerinte ezt a média sokkal jobban felkapta, mint amennyire kellemetlen volt, hogy azok a papírágyak vagy kartonágyak, azok teljesen normális ágyak. Igazából lehetett kényelmessé is tudták tenni, tehát mondta Réka, hogy ő semmilyen ilyen kellemetlen tényező nem hátráltatta az ő versenyzését, tehát hogy ilyenről szó se volt, vagy hát az ő szemében legalábbis, mert ugye ő azt mondta, hogy nyilván ott több ezer sportoló ott van, több ezer stábtag, ugye itt nem csak sportolók vannak, edzők, orvosok, masszörök, tehát mindenki, és hogy nyilván nem lehet minden embernek az igényeit kielégíteni, ami jó a másiknak, az nem jó az egyiknek, ami jó az egyiknek, az nem jó a másiknak, de például az ő felkészülését, vagy a kintlétét nem hátralt, tehát ő azt mondta, hogy 2 hétig ő teljesen jól el volt. Értem. Mikor lesz időd, lesz-e időd pihenni? Hát igen. Egyébként már a pihenőmet töltöm, tehát nálunk most edzések nincsenek. Nyilván még nem teljesen sikerült kipihennem magam, ugye, ahogy mondtam, a hazaérkezés óta minden napra jut valami kis elfoglaltság. Úgyhogy most már azért szeretnék kicsit felélegezni, és unatkozni egy kicsit, mert tényleg van dolog bőven. Még egy utolsó kérdés. Hogyan fog kinézni számodra a közeljövő? Mik lesznek a legfontosabb versenyek, és mik a jövőbeni céljaid? Hát ott még nem tartok. Hát elsősorban szeretnék tényleg egy jó nagyot pihenni. Ez nagyjából 4-5 hét lesz, szerintem. És akkor utána el szeretném kezdeni az őszi alapozást, majd jöhet a tél, és akkor jövő héten ugyanígy, vagy jövő évben ugyanígy a válogatók,
és a válogató eredmények alapján a további versenyek, Európa-bajnokság, világbajnokság. Pup Noémi, köszönjük szépen a beszélgetést, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, a Tolnatáj Televízió ismerős című műsorát látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!